A soros hálózat irányította a szálakat a balliberális oldalon, ezt állítja egy friss blogbejegyzésében az MSZP egykori főkommunikátora Németh Gábor. Az MSZP-t belülről jól ismerő újságíró szerint a szocialista politikusok a Soros Györgyféle civil szervezeteken keresztül kaptak utasításokat, hogy mit és hogyan kommunikáljanak. A soros hálózat azonban mára vélhetően elengedte az MSZP kezét a sorozatos kudarcok és botrányok miatt. A pártot tegnap egyébként belülről is kemény kritika érte. Szanyi Tibor szerint az MSZP gyakorlatilag élő halottá vált, amelyre még ő sem szavazna. A soros hálózat elengedte az MSZP kezét, de már megvan az utánpótlás, a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció és a Momentum. Erről ír blogbejegyzésében az MSZP egykori tagja és fő kommunikátora. A Pesti Srácok nevű portál által is megosztott írásban Németh Gábor azt fejtegeti. Tavaly áprilisban az MSZP egyik elnökségi tagja számolt be neki arról, hogy idézem, nem csak legenda, hogy minden Soros György irányít a balliberális oldalon, persze nem közvetlenül. Azt írja, a Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek adtak utasításokat a szocialista politikusoknak, hogy mit kommunikáljanak, mit képviseljenek és kikkel dolgozzanak együtt. Ezekre az utasításokra pedig nem volt tanácsos nem odafigyelni. A soros hálózat azonban vélhetően elengedte a szocialisták kezét, miután az MSZP Németh Gábor véleménye szerint nem jól hajtotta végre a felsőbb utasításokat. Mint írja, a szocialisták ajtónak szaladtak, fetrengtek a földön, többszörösen megerőszakolták a magyar nyelvet és patkányoztak. Szerinte ebből az MSZP már nem fog felállni, és az európai parlamenti választási kudarc az MSZP mint politikai erő megszűnését jelenti. Németh Gábor már évekkel ezelőtt is arra figyelmeztette az MSZP-t, hogy hitelességi válságba kerülhetnek, ha nem változtatnak politikájukon. Ezek a megnyilvánulások az MSZP vezetői részéről ahhoz fognak vezetni, hogy a párt a maradék hitelességét is elveszíti, és így nem tud párként tovább funkcionálni. A mostani bejegyzés megszületésével szinte egy időben az MSZP-t belülről is súlyos bírálatok érték. Szanyi Tibor nyílt levelet adott ki, melyben élő halotthoz hasonlította saját pártját, amely politikai kómába esett. A szocialisták leköszönő európai parlamenti képviselője szerint az MSZP semmilyen helyzetre nem képes érdemben reagálni, és már nem is párt, hanem csak egy degenerálódó belterjes klub. Szerintem a 20-30 emberből talán egy ha az MSZP-re szavaz, bár Szanyi Tibor véleménye szerint ez még érthető is, mert még ő sem szavazna a pártra, amelyet szerinte az emberek már csak korrupt bandaként emlegetnek, és amely alkalmatlan a parlamenti képviseletre is. Olvasta Szanyi Tibor levelét? Hát igen. Mit gondol? Hát olyan Tiboros. Lényegében... Az milyen a Szanyi... Tiboros? Hát ilyen. Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes szinte alig akart reagálni pártársa bírálataira. Az MSZP választmányi elnöke szerint Szanyi Tibornak pusztán az fáj, hogy nem neki adták azt az egy mandátumot, amit a szocialisták szereztek az EP választáson. Ha Tibor elnöke lenne ennek a pártnak, ő se örülne annak, hogy ilyen indulatos leveleket, nyílt leveleket írogatunk hirtelen felindulásban. Az MSZP-t egyébként kerestük egykori tagjuk, a szocialista belügyeket jól ismerő Németh Gábor kijelentései miatt is, de megkeresésünkre adásunkig nem válaszoltak.